2009-ben volt a csúcson 37. helyezetként a világranglistán, még 2013-ban is volt 61. Azóta kikerült erről a listáról, viszont itthon verhetetlen, és csapatban továbbra is játszik külföldön igen eredményesen. 12-szer lett az év 32 évesen Krajcsák már. Hát őt kérdezzük az elmúlt évéről és hát a jövendő tervekről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt már. kívánok! Ez az itthoni egyedulom, ez nem unalmas még, már. Hát ezt nyilván nem lehet megunni, természetesen addig próbálok első maradni itthon, ameddig ez, ameddig ez sikerül. Edzésben vagyok, versenyzem, csak a világranglistát hagytam abba. Na most fenyegette valaki igazán ezt a címet 2015-ben itthon? Fenyegetni fenyegetnek, volt két fiatal játékos, Farkas Balázs és Püski Lénárd, aki nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, ő rájuk természetesen figyelni kell, bár Lénárd kiment tanulni Amerikába, úgyhogy <laughs> Igazából mondhatom azt, hogy bár nem tudom, hogy az Zóbira egyébként haza fog -e térni, de Balázs nagyon jól fejlődik, a 19 év alatti világbajnokságon a legjobb 16 közé jutott, ami egyébként egy nagyon kiváló eredménynek számít, úgyhogy áprilisban lesz majd a OB, meglátjuk, hogy mennyire sikerült lefaragni a hátrányát. Van már olyasmi jóslatod látva a fiatalokat a hazai mezőnybe, hogy egész pontosan melyikük lesz, ki lesz az, aki Egyszer majd le fog győzni téged, és elveszi tőled akár ezt a címet, a bajnoki címet, és felül a helyedre Magyarország első számú fallabdázójának trónjára? Uh -huh. Hát Lénárd és Balázs, ők elég közel vannak egymáshoz, de azért azt mondanám, hogy Balázs előrébb tart, ráadásul ő egy vagy két éve fiatalabb is, Püskinél, úgyhogy meglátjuk, elég ígéretes tehetségnek számít, úgyhogy előbb-utóbb biztosan le fog győzni. Tehát ő lesz az valószínű, aki előbb-utóbb le fog győzni téged. Na de az a kérdés, hogy előbb vagy utóbb, de maradjunk még egy pillanatra a múltnál. A 12 elsőségből évfaladázi a címből, van-e olyan, hogy legkedvesebb vagy legemlékezetesebb, kivéve persze nyilván az első az az, de ebben a, ebben a nagyon hosszú időszakban? Igen, ahogy mondod, az első volt a legkülönlegesebb, Uh, utána a többi azt mondhatom, hogy elég elég hasonló csak érzés volt, mint maga az elismerés, az persze nagyon jó érzés, hogy az év legjobb játékosának választanak meg. Uh, mondhatom azt hogy egyébként, hogy amíg profi voltam, addig uh, talán nem is nagyon volt versenyben más, hiszen akkor előnyöm volt, én voltam egyedüliként, aki itthonról versenyzett, most, hogy visszavonultam, azért persze jó érzés, hogy még a szövetség így is nekem ítélte, hamarosan majd valószínűleg el is változni fog, bár egyébként a célom azért az, hogy a 15-ig, mint bajnoki címben, mind 15 a 15 még elvenni. sikerüljön eljutni, igen. Na most, de hogy hogyha te nem is unod, mert nem lehet megunni, akkor unták ki azok a vetétársak, akik említetted, amik profi voltál, azon az időszakban nehéz volt téged megszorítani, vagy megközelíteni. Hát azért itt neves, a van neves játékosoknak tört ebbe bele a bicskája, és unatkozhattak, hogy úgyse változik a helyzet, nem? Hát nem tudom, mennyire unták, biztos, biztos egyébként talán a közönség is, vagy a játékosok egy része is valamilyen szinten lehet, hogy unja, de ugyanakkor viszont meg sokat tudtak tanulni tőlem, úgyhogy szerintem ez egy oda-vissza dolog volt. Egyébként elég jó barátságban vagyok a legtöbb játékossal, személyes a, a kapcsolatunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez annyira különösebben zavarta volna őket. Azt is látod már, hogy ki lehet az a fiatal versenyző, aki egyszer hasonló státusban lesz magyar falablázóként, mint te voltál, tehát az a fajta hát világjáró a tudom profi? Hát megint, tudom megint ő, mondani, le uh -huh. de egyébként Püské és is Amerikában nagyon profi körülmények között edz, az egyetemi bajnokság ráadásul a legfejlettebb az egész világon, úgyhogy mondhatom azt, hogy ha ténylegesen jó kezekbe kerül, már pedig úgy néz ki, hogy elég jó kezekbe van, akkor belőle is bármi lehet még. Na most milyen volt amúgy az éved, ha nézzük, volt hazai klubváltás is, igaz? Így van. Meg hát ugye volt ez a bizonyos külföldi játék, német csapatbajnokság például. Igen, német csapatbajnokság van, amellett egyébként a cseh és az osztrákban is játszom, ráadásul megkértek most a cseh válogatottnak az edzésére is. Többnyire egyébként játszani kell a válogatott kerettagokkal. Most voltam két alkalommal eddig, de még várhatom, még két alkalommal fogok kimenni. A német csapatbajnokság az egyébként, ahol a, a legrégebben kezdtem el. Azt hiszem, talán a 13. szezonomat nyomtam le most a Studáti csapatnál. Ö az is folytatódik még néhány évig, igaz? Várhatóan igen, igen, uh -huh. igen, Tehát egyébként úgy érzem, hogy maga a színvonal a játékomnak az nem esett, tehát ezt a top 50-es szintet ezt tudom még tartani. Tavaly például voltunk a csapat Európa bajnokságon, ott mind a hat meccsemet megnyertem, köztük a 30-at és az 50-et tudtam 3-0 arányból legyőzni. Világonlista helyezés. a van, van, így van. Na most egyszerűen az, hogy közben a világranglistán, tehát nem vagy rajta, az azért van, mert nem veszel részt az, abban az utazó cirkuszban, és nem gyűjtöd a pontokat, ami arra kell, hogy az ember folyamatosan jelen legyen a lajstromon. Ennek azért az az oka, hogy ez már így elfárasztott? Vagy az, hát, hogy inkább az kevésbé volt győztéltek most meg? Hát kevésbé voltam motivált, azért ez egy tényleg legalább minden második héten egy utazást jelent. Hát és a teniszbe kiégeti az embert, nem? No? Igen, és egy jó tíz évet ezt én is csináltam. Persze néha hiányzik, és szívesen mennék egy egyéni versenyekre, és kipróbálnám magam, de úgy vagyok vele, hogy most ilyen 70-80%-on meg nincsen kedvem csinálni, akkor inkább az edzősködésre fókuszálok, elvégeztem az edzői papírt, és most abban nagyobb kihívást látok jelenleg. Egyébként változott valami a fallabdában, a sportágatban az elmúlt két-három évben, hogyha játékstílust, eredményes technikákat nézünk, szóval milyen trendek vagy átrendeződések vannak? Merre halad maga a sporták? a közvetítés az, amit ki tudok emelni, hogy az rengeteget fejlődött a, a HD kamerák, meg a minőség szempontjából. A legnagyobb versenyeken üvegpályás közvetítés van, tehát nagyon sok szögből tudják a játékot mutatni. Maga a játék egyébként támadóbb lett, jóval agresszívebb, különlegesebb ütésfajták jelentek meg, úgyhogy mindenki látványosabb lett a sportág, és jót is tett neki hogyha a játék ilyen fejlődésen megy át a stílusa, akkor milyen a nyerő technika a, a, a alkat, úgy értem, hogy kik lesznek a jövő igazán jó fallabdázói, milyen a játékos profil. Hasonló Akár a ugye a alkatra is, vagy... Hasonló a teniszes alkathoz, talán annyira magasnak nem kell lenni, mert a tenisz miatt a magasság ugye a szervezet jó. Miatt. De a, a dinamikus fagadába... meg az erő annak, mert annak nagyobb lesz Igen, jelentős. túl magasnak nem jó lenni, mert itt azért elég, itt egy intenzíves sportról beszélünk, mint a tenisz fordulékonynak kell lenni, és nagyon robbanékonynak, de azért hasonló alkat kell itt is hozzá. Na, azt nézzük meg a végén, hogy hogyan állsz a tanítványokkal, szóval hány lehetséges jöved utóddal, tehetséggel foglalkozol igazán intenzíven? Ö, egyébként a Balázs az, aki heti egyszer jön és játszik velem, nem mondanám azt, hogy én vagyok az edzője, de persze próbálok neki segíteni taktikailag a játékának a javításában, ami nyilván egy kicsit kétoldalú dolog, mert azért valahol nem szeretném, hogy még legyőzzön, Na de ilyen, valahol megnyilván szeretném helyzet, igen. azért azt, hogy minél jobb játékos is legyen. Emellett vannak még a top 20-ból ketten-hárman, akik járnak hozzám, ők talán így a legnagyobb kihívás, és próbálom őket minél közelebb juttatni a válogatottsághoz. 2016-ban mire helyezed a hangsúlyt, amellett, hogy akkor ez szerint az edzősködést, az kedveled és csinálni is fogod, és ezek szerint akkor Prágában is? Igen, emellett szeretnék még egy komolyabb edzői papírt csinálni, mert ez több szintekből áll, szeretnék egyel mindenképpen tovább lépni abba és meglátjuk, hogy mit hoz pontosan a jövő, több minden van tervbe. az is, hogy itthon maradok, az is, hogy itthon egy akadémiát hozok létre, de ugyanakkor az is tervben van, hogy esetleg Amerikába én is kimegyek és ott folytatom a, az edzői, vagy a versenyzési, vagy mindkettő pályafutásomat, úgyhogy még pontosan, amit magam sem tudom, most keresem én is a lehetőséget. Képlékeny, tehát 2016, egy biztos, hogy még nem dőlhetnek hátra a fiatalok, nem mész nyugdíjba. Még nem. Jó munkát, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm meg kívást.